Így kezdődik a vizsgálat, ezután megszúrják a gyerek ujját, a vért pedig egy apró csőben összegyűjtik. Most az óvodás korosztályt szűrik a szakemberek. Beleszúrták valami nagyon hegyeset az ujjamba, aztán kiszték és vattát. Ebből letörölték, meg egy kis hideg vizet fújtak, azt is letörölték. Nem fájt neked ez a vizsgálat? Nem. Az orvos gyors teszttel ellenőrzi a mintát. Ilyet bármelyik patikában vásárolhat, aki szeretné megvizsgálni gyermekét. Nehéz felismerni ezt a betegséget, a tünetek életkoronként változhatnak. Itt az óvodás korban a hasfájás, a hasmenés, de van olyan is, akinek például székrekedése van, a jellemző. Nagyon jellemző még, hogy elmaradnak a társaitól a súlyfejlődésben, illetve a hossznövekedésben. Eddig a városban az óvodák harmadában végeztek ilyen szűrővizsgálatot. Ezek alapján az európai átlaghoz képest Szombathelyen magasabb az érintettek száma. A Gazdag Erzsi óvodában jelenleg egy lisztérzékeny, de összesen 8 ételérzékeny gyerek van. A speciális étkeztetés megoldható minden oktatási intézményben, mert a közétkeztetést ellátó cégnek külön főzőkonyhája van. A szülőknek orvosi igazolást kell benyújtania az ételérzékenységről, és ez alapján tudjuk biztosítani az étkeztetést, sőt, ezek a kisgyerekek kedvezményes térítési díjat fizetnek, illetve a szüleik az étkezés kapcsán. A lisztérzékenység gyógyszerrel jelenleg még nem orvosolható, egy egész életen át tartó életmódváltással és diétával kezelhető.